komoly vágyakkal vágtunk neki a musical neked klubnak, arra gondoltunk, hogy amíg ez a lezárás tart, addig hétről hétre egy picit többet tudjunk meg erről a műfajról. Ezért aztán Galambos Attilával beszélgettünk egy kicsit a musical történelmének kezdeteiről. A múlt héten két színházigazgató volt a vendégünk, és ezen a héten Szinetár Miklós ült mellett, ami óriási megtiszteltetés nekem. A mai napon is nagyon sok kollégánk van jelen, és néhány olyan nem ismerős ismerősünk, akik becsatlakoztak hozzá, őket is nagy szeretettel köszöntjük. Egy bő fél órát fogunk beszélgetni a tanárról, aztán majd kérdéseket is tehettek fel, leginkább természetesen neki. Azért jó néhány interjút adott már a tanárról, ez inkább egy beszélgetés lesz, így aztán hál' Istennek nem is kell elmesélnem azt a sok díjat és titulust, ami a tanárról neve mellé kínálkozik. Valamint még kevésbé vállalkoznék, hogy felsoroljam azoknak az előadásoknak a címét, amit megrendezett életében. A Pályázat című könyvében 180-nak jelöl meg, azt hiszem ez a szám azóta bővült. Hát most már 195, és hát ez egy 9 éves könyv, és hát most megjelent tavaly egy utolsó könyv, aminek az a címe, hogy 88. Nem lesz 99, legyen 99. Hát azt eddig nem, utolsó. De a 88-at megjelent, és olyan sikere volt, hogy most már második kiadás van belőle, de az egész más ilyen gondolatok erről, arról, amarról. Hát most ezek a gondolatok a Zenés Színház köré kell, hogy kapcsolódjanak a következő bő fél órában. Galambos Attilával két hete megpróbáltuk megfogalmazni, többek közt azt is, hogy mi a musical, de azt is, hogy mi a különbség a musical és az operett műfaja közt. Mert azért amellett nem lehet elmenni, hogy a musical az operettből többek közt az operettből is származik. Származik az operából, ahogy elmesél, vaudevilleből, revueből, de az operett is ott van a szülőatyák között. A tanárról szerint mi a különbség? Hát mielőtt elmondanám a véleményemet, azt előre kell bocsátanom, amit egy hosszú életen keresztül a növendékeimnek is mindig előre bocsátottam, hogy ez ott én véleményem, egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Igyekszünk el. Azt mondom, hogy én hogy látom ezt a kérdést. Nagyon következő különbségek vannak az operett és a musical között. Az egyik az, hogy a musical, az operett egy rendkívül törvényszerű műfaj. Főleg az, amit bécsi operett. Szóval a Cigányváró vagy az Offenbach operettek, azok nem azonosak ezekkel a bécsi operettekkel. De a bécsi operett idejére már kialakult, ugyanúgy, mint a szimfóniánál, vagy egy bármi zeneműnél egy forma. Tehát kötelező a táncos komikus, kötelező a szuprém, kötelező a bombiván, kötelező a primatorna, kötelező, hogy az első felvonás végén legyen egy feszültség, kötelező, hogy a második felvonás végén legyen a nagy dráma, és kötelező, hogy a harmadik felvonásnak hozza a happy endet. És még hosszan tudnám sorolni azokat a kötelezettségeket, amiket az operett kialakított magának, tehát egy klasszikus műfaj lett. Na most, hát mondja vele, hogy 1956 nyarán egy színházi delegáció 4 ember, hát nem tudom, emlékeznek el, Lámos László, Gordon Zsuzsa, Schubert, Éva és én kaptunk meghívást az Avignoni Fesztiválra. És Bécsen keresztül mentünk, és Bécsben megálltunk, és eljutottunk a Kiss Me Kate című musicalhez. És akkor számomra megnyílt egy világ, a szabadság világa, hogy semmi nem törvény, nem kell se szobret, se bombivát. Bármikor jöhet egy szám, hirtelen a zene átmehet táncba, minden szabad, és rögtönzött, egész fantasztikus dolog. Utána meghallgattam a lemezen idehaza, akkor is ismerkedtem meg Petrovics Emilen, a West Side Story. Mi? Hogy egy zenés darab lehet ilyen drámai, ennyire feszült és ennyire tragikus? Hát ez megnyílt egy világ. Milyen érdekes, hogy ezt a két darabot említi a tanár úr, mind a kettő Shakespeare. Mind a kettő Shakespeare. Na jó, hát Shakespeare is rendhagyó volt, ilyen, ő is a szabadságot. Hát ugye volt a hármas törvény. Kötelező a prózába. Színhely egysége, idő egysége, cselekmény egysége. Ez a Lessing hamburgi dramaturgiája az 1770-es évekből, de tulajdonképpen már Shakespeare-nél néha fel lehetett fedezni a cselekmény egységét mindenképpen. Szóval akkor az 50-es évek közepén nyitotta meg az utat a tanáról életében az
operettből valami fajta átmenet a musical irányába. Ezt megelőzte 2 évvel azelőtt, azért nem mehetünk el szó nélkül a Csárdás királynő bemutatója mellett, 1954-ben volt. 1954-ben, voltam 22 éve. Igen, 22 évesen be kell menni a tanárnak az Operett Színházba, és megrendezni Ponti Hannát, Feleki Kamilt, Csákányi Lászlót. Mindezt úgy, hogy formanyelvében a Csárdás királynő, még akkor is, hogyha 7 évvel később vették fel ezt az előadást, az egy nagyon újszerű előadás volt az akkor. Hát amolyan újszerű, ott hoztam valami, volt, ami új, sok újat hoztam benne, és sok régihez ragaszkodtam. Uh-huh. Ami újat hoztam, az az volt, ami számomra nagyon fontos, hogy az operetben, ha jó, mert az egy zseniális műfaj, csak nagyon ritkán jó. Nagyon, már az előadás. Uh-huh. Ha jó, akkor mindig van benne egy kis szomorúság. Az mindig a Mozartnak a rokona abban, hogy az egész vidám, az egész életje, a hevény, de valami finom szomorúságot tűzik. De most az, hogy az volt a tradíció, hogy például van az a duett, hogy túl az operencián, aminek az volt a tradíciója, hogy a Boni és a Stasi énekelnek, majd utána a gyerekük születik ott a duett, az a gyerek oda kell a Stasihoz, lepisíli a Stasit, ez a parton jönnek, kimennek és látta. Azt mondtam, hogy nem, ez egy nagyon szomorú dolog. Ez arról szól, hogy sosem leszünk egymásról. Túl az operencián, elmondta nekik ott, emlékszem még arra, hogy olyan furcsa, hogy senki nem tudta mondani, mi az, hogy operencia. Hát az azt jelenti, hogy Oberenz. Az azt jelenti, hogy amikor besorozták a magyar katonákat, és elvitték 5-7-10 évre császári szolgálatba, aki az Enz folyón túlra vitt. Oberenz, az a világ vége volt. Hát mondom, ez egy nagy dolog, operencia az nem egy ízél túl az operencia, de egy vidám dolog. És egy csomó helyen még belop. Még beloptam az egészben azt, ami jött, ilyen szövegek voltak, ami egy operetben nem szokásos, hogy azt mondja a Honti Hanna a Feri bácsának, hogy tudja azt mondja, a lejtőn nehéz megáll. Még felfelé is. Igen. Máig tanulságos. Így van, első felvonásban. Gyönyörű mondatom, most egy hogy kell az egy operetben, ahol viccek vannak, meg ide van, meg és ezt nagyon gördülékén elmondták a színészek már a elmondták, és ott sikerült. Szerették egyből? Hogy? Meg aztán, amikor elmagyarázom azt, hogy ott adja meg a levegőt, amikor azt éneklik, hogy ne búsulj rózsához egy garas se ér, ne búsulj. Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér. És megállt a levegő. De nem akart még szőlő, lesz még lágy kenyér, ahogy ez ma is szól. Hanem ott akkor hirtelen beállt a feszültség. Most ezek voltak, amiben újat igyekeztem. Ami a régi volt. Hát jöttem a színművészeti főiskolára, akkor 2 éve végeztem. Az operában voltam ösztöndíjas, de hát hívottam. Gáspár Margit oda ment, megkaptam ezt a darabot, és hát az igazság az, hogy az ének, a színészek azért egy kicsit tartottak tőlem, hogy nézd, itt van ez a srác, mint akkor ez meg a főiskoláról jött, ez biztos, hogy ez akkor a levegőben volt, hogy ne ripacskodj, ne játsszál, legyen. Megjött a Hontival az első találkozáson, bejövetele, ami úgy nézett ki, ugye, hogy azt mondja az őt kísérő tábornok, erre parancsoljon hercegnő, és bejön bele, és azt mondja, hát újra jött. És bejött a próba, és bejött a dolog, ketten bejöttek, és azt mondja, erre parancsoljon hercegnő. És azt mondta Ponti, hogy újra jött. Én azt mondtam neki, hogy Hannácska, ez volt a hivatalos megszólítása. Én úgy gondolom, hogy először jöjjön be a tápornok, maga ne jöjjön. Mondja azt, hogy erre parancsoljon hercegnő. Akkor már van egy várakozás. Jöjjön be és álljon meg, maga egy szár. Óriási tapsa lesz. Én azt mondta nekem a Honti, az szabad? Ha. Én azt mondtam, nem szabad, hanem kötelező. Mondta, most mondom, utána jöjjön előre. Lassan, kicsit risszán. Az alatt végig tapsolnak. És amikor megáll a nagy csendbe, nézze a közönségbe és mondja azt, hogy hát újra itt. És ki fog törni a taps? Ja, mondta, azt mondta, még egy szigetem, és ez lehet? Én mondtam, hogy lehet, hanem kötelező.
itt van az visszatérnek arra, hogy mi a különbség az egyik fontos különbség a musical és az operett között. Az operett, ha jó, akkor mint a Mozart vagy a Shakespeare, mindig felvállalja azt, hogy a közönség jelen van. Tehát én most hozzád beszélek, majd kifordulok a nézőhöz, és nekik mondom, hogy mi a különbség. Ez az operett. A musical, legalábbis a klasszik, az egy ugyanaz a realista, naturalista műfaj. Ott a nyomorultakban egy pillanatra sincs közönség, azt úgy játszák, úgy kell játszani, mint egy realista történet. A My Fair Lady szintén. Az opera használta, ott nincs közönség. És ez nem egy minőség, ez egy műfaji különbség, ez olyan, mint hogy a Shakespeare az kiszól a közönség, és azt mondja, elvégezném, hogy gazember leszek. Megszólította a közönség. A Szent Iváni álom végén kijön a puk, és azt mondja, hogy shake the hand. Fogjuk meg egymás kezét. Hogy jövő Csehovnál, ez elképzelhetetlen. Ibsennél is. Pedig azok is van szerző. Másik műfaj. Szóval ez a másik különbség. A harmadik különbség a musical és az operett között az, hogy az operett akárhogy is, de mindig nagyon fontos módon, vagy elsősorban a színészről szól, amíg jó. Az operett azt kezd el züllenni, amikor a három szereposztás van. A musicalben természetes a 4-5 szereposztás. A musicalben nagyon fontos, hogy jó legyen a színész, de nem róla szól a dal. Honti Anna az 1600 előadásból több mint 1500-at csinál. Egyszerűen ő ráveszik a jegyet. Ugyanígy a felekék, amit az operett lényege az, hogy ott a középpontjában a színész van, aki tulajdonképpen minden este, ha jó, akkor talán valamit újra kitalál. A musicalben Isten mentsen attól, hogy ha valamit újra kitalál, de ez egész más. Ez a másik nagy különbség. Hát a harmadik az, amit említettem, ugye a szabadság. Ugye a musical minden. Ezt a tanáról mégis tapasztalta nem sokkal később, mert 1960-ban, hogyha az információ nem csalnak, indult a Petőfi Színház 61-es bemutatóval. Nem volt hosszú élete, és nem is színház történelmére szeretnék a Petőfi Színházról beszélni, hanem inkább azért fontos ez a dátum, vagy ezek a dátumok, mert az Egyszerelem három éjszakája ekkor született. Ennek a kialakulásának közrejátszott az, hogy a tanár úr látta a Kiszlikétet, vagy a West Side Story-t, és azt érzte, hogy kell saját is, kell saját mű. Az Egyszerelem három éjszaka, hogyha valaki nem ismerné, egy picit talán kimondva is a Radnóti Miklós élet történetéből fakad valamelyest, marginálisan, de azért mégiscsak egy magyar történetről van szó. Fontos volt az, hogy elkezdjünk mi magyarok magyar műveket alkotni ebben a műfajban? Nagyon, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy én musical alatt egész más értettem, mint amit ma értenek musical alatt. Én musicalnek értettem a Brecht kórus operáját. Az utolsó musical, amit musicalnek értettem, igazán az a Kabaré volt. Tehát aminek van valami nagyon fontos, komoly és mély mondani valója, ami arról szól. Na most hát ugye az Egyszerrel három éjszakában is az volt a terv, hogy szülessen egy olyan darab, ami az akkori legjelentősebb drámaíró írja, ami azóta Hubay Miklós. Hubay Miklós. Hát, hogy akkori legjelentősebb Zeneszer Zsolti közöttünk szaladgálva a ránk, és hát a legnagyobb költő Vas István. Tehát, hogy a legnagyobb irodalom, és ezek, hát ez olyan, mintha a Szente Varkma fölkérné, hogy írja a darabot a Spíró, a versszövegeket a Nackfi, és a zenét a Gyöngyösi Betence. Tehát akik a legexponáltabb, a legjobban benne van a vizetek, a musical azóta más, az azóta már egy foglalkozás lett. Azóta már meg vannak a specialistái. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus musicalek, tehát a például a Nyomorultak, vagy a Misszájunk, hát azok a szó legnemesebb értelmében gátlástal alakultak. Hát azért a Nyomorultakban sorok vannak Puccinitől, de gátlástal alul. A Webernél is megesik. Webernél is megesik. A Webernél abszolút megesik, és vállaltam. Ez egy vegyes Web.
A mai musicalek már sokkal fegyelmezettebb, sokkal, és még valami van, szóval a mai musicalekben, hát nekem, én megmondom egész őszintén, ma már nagyon kevés musicalt szeretek. Szóval én nem szeretem azt a musicalt, amiről eleve tudom azt, hogy valahol sorozatban megy 4000-szer. És a 4000 előadásban van 70-szer osztás. És bármikor bemegyek, ugyanazt látom, ugyanezért, de semmi lenne számomra. A színház az egy kicsit operába is, mint mindig egy kicsit olyan értelemben hasonlatos a cirkuszhoz, hogy ott is, amikor ugrik az akrobata, akkor mindig egy kicsit izgulok, hogy leesik, vagy nem esik le. Mindig van egy olyan izgalom, hogy ma este itt és most valami történik. Tudik, ha rögzített, ha valami rögzített, akkor filmet nézek. A színháznak azért számomra, még egyszer mondom az én véleményem, az itt és most. Tehát én oda beülök, de most beülök egy színházba. Előttem három fej van, így kell csinálnom. Elfogy a levegő 15 perc múlva. Szünetbe sorba kell állni a büfébe. A nők a pisilésért egymásért belegszenek. Kényelmetlen, kellemetlen dolog oda közlekedni, parkolni. Otthon a televízió előtt megnézek egy filmet, ami 30 millió dollárból készül. Miért menjek színházba? Azért megyek színházba, mert azt ma reménykedem, hogy itt és most, ma este valami történik. Ha nekem itt és most egyszerűen megismételnek valamit teljesen úgy, ahogy már ment 30-szor, 40-szer, nem érdekel, mert akkor megnézem a Bruce Willis-el a filmet otthon. Tehát ott sokkal több pénzből készül, és nem is kellett a parkírozással bajolnom. Mit jelentett akkor, pontosan ebben az időszakban, mint a Petőfi Színház környéken? Mit jelentett akkor a musical a nézőknek? Mit jelentett alkotóként musical? Kérem szépen, az egy nagy kaland volt annyira, hogy jó volt akkor. Egy egészen nagyszerű humorista, akit én nagyon tiszteltem, a Darvas Szilárd, de hát az azt mondta, hogy hát ez egy abszurdum, amit én ott akarok, és írt egy nagy cikket, leleplező cikket, aminek az volt a címe, hogy Fable Vascaris. Fable Vascaris, azaz angolosan, kozmopolita módon kiejtje azt, hogy fából maskarika. Mert hogy a musical az fából maskarika, az egy hülyeség, annak itt semmi értelme nincs. Na most én mentem a maga útján, és bemutattam a Mavis című musicalt, amit a Mándi Iván írt, ami annak a kornak egy nagyon jelentős írója volt, méghozzá egy kicsit szürrealista író. Hát borzasztóan megtámadtak az újságokba, hát, hogy én behozok egy ilyen nyugati burzsuázia izét, az annak számított végül is, mert musical nálunk nem volt, és mi ez az egész, meg mit akarok én. Szóval nagyon-nagyon sok támadás érte a színházat akkor. Máshogy rendezte a tanárról a musicalt, mint az operettet? Máshogy kellett hozzányúlni? Igen, igen. Hát egy teljesen más volt. Teljesen más volt. És máshogy rendezte, mint az operát? Hát, hogy mondjam, ehhez egyet kell hozzátennem, hogy ilyen szerintem, hogy opera nincs. Aha. Ez egy gyűjtő fogalom, mert rengeteg minden belefér, hát teljesen más egy Mozart opera, és teljesen más egy Wagner opera, teljesen különböző dolog, másról szól, hogy Verdi, és ezek mindegyik, szerintem mindegyiket máshogy kell rendezni, de még a szerzőkön belül is, hát én azt szoktam mondani, ismét hangsúlyozom én véleményem. Növendékeimnek szoktam mondani, hogy aki a bohém életet, a Puccinitól másként rendezi, mint ahogy szokták, az egy hülye. Mert az egy naturalista darab, az egyféleképp lehet rendezni. Aki ugyancsak a Puccinitól, a Turandotot nem másképp rendezi, mint ahogy szokták, az is egy hülye. Mert az egy nyitott darab, ami arról szól, hogy minden alkalommal újra kell fogalmazni. Minden darab más. És mind ilyen általán, én legalábbis számomra, ilyen általános törvények sosem voltak. Én mindig igyekeztem megkeresni azt a darabot, meg azt a... Nézzél, nekem nagyon szerencsés életem volt. Nagyon szerencsés életem volt, mert mondta, hogy 180-osan 195-nél tartok, és a 195-ből szinte mind olyan volt, amihez nekem kedvem volt.
Szóval olyan, hogy valamiben megbíztak, és vagy pénzért, vagy vízért, nem nagyon volt az életem. Na most én mindig arra törekedtem, hogy nekem legyen valami mondani valóm, azt a mondani való, hogy benne legyen a darabban, ne erőszakoljam meg a darabot. Nagyon szerencsés voltam az életemet, remek művek társaságába töltöttem. Mindig ezzel töltöttem, aztán minden darab más, mindegyik egy más formát kíván, mindegyik egy más megvalósítást kíván. Hát aztán, hogy sikerült, azt nem nekem kell. Van egy jelentős különbség mondjuk a 60-as évek eleje, és teszem azt a 2020-as évek eleje közt, hogy időközben lettek úgynevezett zenés színészek, musical színészek, inkább így mondom. Akkoriban milyen tehetségű zenés színészek voltak a palettán, és hogyan alakult az ki, hogy most már azt lehet mondani, hogy vannak nagyon tehetséges kollégáink, akiknek ez a fő sorol, hogy ők zenés színészek. Akkoriban azért ez nem volt, nyilván az operettben játszottak olyan színészek, akik operetteket játszottak, de a musical színészek akkor nem voltak? Hát meg, hát nálam a Petőfi Színházban együtt játszott a Feleki Kamil, aki az operett színházból jött át, de aki az operettben is egy nagy realista színész, ott ma is meg lehet nézni, de ott játszott a Domján Edith, aki annak az időnek az egy legjelentősebb fiatal prózai társszárja volt. Ott játszott az Algárdi Gábor, a Nemzeti Színházból. Ott játszott a Senyei Vera, aki hát egy korszakalkotó színésznő volt. Mindegyikük tudott valahogy énekelni. Valahogy. De azt kell mondanom, hogy mindegyik másképp énekelt. Az egyik így énekelt, a másik úgy énekelt, hogy mondjam, ami a musicalben nagyon megváltozott. És hát azt nem tudom, nem akarom eldönteni, hogy előnyére vagy hátrányára, hogy már itt is törvények vannak. Hogy már itt is szakma van, hogy már itt is szakmai tudás van. Itt is olyanok vannak, akik már tudják, hogy azt a bizonyos hangot, hogy kell sokáig tartani, olyat is írnak neki mindenképpen, akik pontosan tudják az, hogy mennyit kell. Tehát, szóval, hogy mondjam, rosszat fogok mondani, de nincs, mert az az én bajom a mai musicalvel, túl azon, hogy nagyon kevés az olyan elementáris zenei megszólás, mint amennyi volt az Operaház fantomjában, vagy a Nyomorultakban, vagy meg a Miss Saigonban is, de ez az egyik, a másik az, hogy sokkal kiszámítható. Na most én színházban nem sose kedveltem igazán, szóval azt én soha nem kedvéltem, soha nem kedveltem igazán, ha beülök 7-kor, elkezdem nézni, és 7 óra 20-kor kitűnő, de pontosan tudom, hogy este 10-ig mit fogok nézni. Ennyi folyton azt várom, hogy történjen valami, amivel engem meglepnek. Most vannak olyan emberek viszont, akik a szakmai tökét egyszerűen olyan fokon és olyan bravúrosan ülni, hogy az egy másik dolog. Például? Például nem azért mondom, de amit te csináltál a Gyöngyösi Leventének a Mester és Marga, meg egyáltalán én a te előadásaidban nagyon nagy híve vagyok ezért, mert egy olyan fokú magas profizmussal van, vagy csak az egy másik dolog. Az egy másik dolog. De ahol a profizmus nem 1000%-os, ott én a meglepetés vár. Uh-huh. Ott én azt mondom, hogy valami más történjen, 7-8-kor, mint ami 7 óra 10-kor. Vagy mint amit várnánk, igen. Pár technikai kérdés, ami talán a kollégáinknak és nem kollégáinknak is izgalmas lesz. Volt-e mondjuk meghallgatás 1970-ben egy musicalre? Elképzelhetetlen volt. Hát a társadalmat tagjai voltak, pontosan mindenkire tudtam, hogy kicsoda. Én a meghallgatást filmem egy normális dolognak tartom, mert meg kell nézni azt, hogy ki hogy a fényképezhető, ki mennyire tudja rá alkalmazni, a színházba utálom. Színházba utálom, mert az is ebben benne van, amit én szintén nem szeretek, ez a bizonyos rendezői diktatúrában, hogy jaj, a rendező. Sokszor tényleg azon, hogy szerencsétlen Pali nappal kicsi, szerencsétlen, szexuálisan nincsenek sikerei, rossz, végre tarthat egy rossz, tehát ott a színházban, ott akkor Cézár.
Egyébként jó példa, mert a Puskásból van sok kollégánk most jelen, és például Puskás egy olyan volt, amiben van 30 szereplő, volt 50 táncos, és egyáltalán nem casting voltunk. Hát ez hogy változó, mert ha ismeri a piacot... Akkor azt éreztem, hogy akkor talán akkor érdemes, hogyha túl sok jó jut az ember eszébe, mert akkor azt mondja, hogy ő is el tudná, ő is el tudná, ő is el tudná, akkor talán úgy, de én is szeretem azokat a helyzeteket, amikor egy rendező meghallgatás... El tudjuk azért dönteni ezt. Egy rendező meghallgatást tart abban a színházban, ahol 5 éve dolgozik és meghallgat egy olyan művészt, vagy művésznök, akivel 5 éve dolgozik, én azt kellemetlennek, nevetségesnek és szakszerűtlennek tartom. A film az más. A film az egyszerűen tudik, hogy ki hogy fényképezhető. További technikai kérdés, hogyan voltak hangosítva ezek az előadások? Ez a mai napig Magyarországon egy probléma. Ez a mai nagyon-nagyon ritkán van előadás jól hangosítva. Egyszerűen azért, mert sajnos a színházak túlnyomó többségének rossz az akusztikája. Uh-huh. Nagyon kevés jó akusztikájú színház van. A másik, hogy nem tudom, a szerkentjük talán nem olyan jók és nem olyan fejlettek, de az biztos, hogy az a fajta mérhetetlen profizmus, ami egy-egy nyugati előadásban. Németországban láttam műzik előadásokat, olyat, amiből ott valami 2000 volt egymás után, de úgy, hogy naponta 2-3, és hát hihetetlen, hogy volt hangosítva. De hát visszatérve az előzőre. Amikor egy előadás 2000-szer megy egymás után, naponta 3, és ebből kifelé mind a 3-at másik színész sem. Hogy lehet az a színész olyan fontos, mint egy operetőre? Másik bűn. És ez nem a rosszabb vagy jó, ez egy másik dolog. Végül is a Csárdás Király is elment 1600-szor. Több mint 1600-szor, de ott a főszereplő az a túlnyomó többséget az előadásnak. Hát a mondja, mondom, 1500-nál többet jelent. Tehát itt van még többet. Csak a nagyon beteg volt, vagy a vannak a mai színház életnek olyan jellegzetességei, amik hát nem tudom, ilyen az egyeztetés. Igen. Ez egy ismeretlen fogalom. Mi az, hogy egyeztetés? Ez egy ismeretlen fogalom. Ott volt abban a színházban, ez volt a dolga. Jó, hát ennek vannak végletei is. Én rendeztem Moszkvában, a kis színházban, ami ott a Nemzeti Színház, televíziós műsor, televíziós drámát rendeztem, de a színház színészei jött. És ott tudtam meg a következőt, hogy nekem időre kellett meccsen, de csak nekem. Mert ott a próba annak idén úgy zajlott, hogy elkezdték a próbát 11 órakor. Egy órakor ott a színházban együtt megebédeltek. Ott beszélgettek 3-ig. 3-kor megint volt egy próba 5-ig. És utána hazamentek. És a premier akkor volt, amikor kész voltak. Nem akkor. Amikor azt mondta, hogy igen, most már ez alakul, akkor meg, és akkor készül. Na most ehhez hozzátartozik, hogy ennek a kis színháznak akkor volt valami 200 saját tagja, és egy előadás, egy színészre előadás esett, hát jó esetben, de nagyon jó esetben egy hónapban 2. Na most akinek előadása volt, az már előtte 2 napig nem próbált. Előtte 2 napig nem próbált. De amikor bejött a színpadra a 2 előadása, hát akkor, mint amikor a lovak a lóversenyen már vadul, szóval az elmondhatatlan élmény volt, hogy akkor bejön ott valaki, akiből kirobban valami, ami csak itt látható, ami egyedül, szóval akkor volt értelme, hogy valami különlegeset látunk. Nem azt, hogy megy az ipar, ma is egy előadás bejön, kijön, nézni, lebondjon itt, és akkor jön, holnap is ugyanez volt, teljesen más világ. Kicsit visszatérve a műzikerre, vagy a régmúlt kor műzikerre, mennyire szólt ebbe bele mondjuk a politika a 60-as, 70-es években, azért eddigé rajta tartotta a kezét a kultúrára. Annyira beleszólt, hogy hát én ezt a mélyvizet, amit csináltam, hát ezt rettentően támadták, mert az egész Petőfi színházat. Hát nagyon megbánták, hogy megengedték megcsinálni. Hát hamar le is kapták napirendről, mert azt hiszem 64-ben valahogy be is zárták.
Operaciánzal volt együtt, és aztán be is zárták. Előző témára hadd mondjak egyet, nagyon érdekes dolgot. Nekem nagyon jó barátom volt a Latinom is volt. Aki egy remek pasi volt, és ő mondta nekem azt, hogy azt mondta, ez egy hamis dolog ebben a színházban. A görögök nem arra találták ki, a görögök ezt arra találták ki, hogy egyszer eljátszunk. Hát nem arra, hogy aztán sorozatot. Ő nagyon utált sorozatot játszani, mindenek. De most ez is a színház. Ezért filmezett sokat. Hát ez is a színháznak egy formája. Szóval ezt mindig mondtam, hogy ilyen, hogy a színház ilyen nincs. Ezerféle van. És hik et runga, mindig az itt és most számít. Erre kedvenc példám, hogy most meg is írtam, hogy Kopenhágában épült egy gyönyörű operaház. Gyönyörű, modern, minden. Ománban, Muszkánban, az arab félszigeten épült egy ugyanilyen, véletlenül azt mondja, ugyanaz épített. Na most Kopenhágában, ha kisüt a nap és tavasz van, akkor a lányok beltartó nélkül mindenékig kiülnek a padra, félmeztelenül napozni. Ománban, a színházban egy nő csak férfi kíséretében jöhet be, és el van takarva az agy. Na most nyilvánvaló, hogy a két ugyanolyan színházban a Traviatát nem lehet ugyanúgy játszani. Hát nyilván másról kell, hogy szóljon, pedig mind a két helyen játszani. Szóval a színház az egy hic et nunc, az mindig itt és most. Mondtam, Egyiptomban láttam olyan színházi előadást, ahol egy nagyon jól játszottak egy mai darab. Mai téma üzembe játszódik, irodában, nagyon feszült dolgára volt, de minden színész, aki bejött a színpadra, mielőtt megszólalt volna, előre jött, meghajolt a közönséget, közönség megtapsolta, visszajött, és elkezdte mondani a szemét. Mindenütt másokra. Ez a pici szokás még a Csárvás Királynőben is volt, egy-két szám után egy pillanatra így meghajolt. Hogy, abszolút. Csend, ez döntő dolog, hogy az operet vállalja azt, hogy ott a közönség. Hogy még egyszer mondom, hogy azt mondom neked, hogy az operet ez egy nagyszerű műfaj, és kifordulok a közönség, azt mondom, úgy elviszik neked. Ott mindig kifordul, a Mozartnál is. Csak én azt mindig szoktam a színészektől kérni, hogy nagyon durván el kell a kettőt választani egymástól. Folyik a darab, és van valami mondandó, amivel kifordul. És azt elmondjuk a nézők. És utána visszajövünk a dolog, mert ez a játék, a szalma, a hideg, meleg, ez a dolognak a varázsa. Hát a Mozartnál is ez, Shakespearenál is ez van. Ezt fogom én is nagyon most egy pillanatra kifordulok, mert ahogy említettem, hogy ti is kérdezhettek a tanárunktól természetesen, én tőlem is, de szerintem most inkább ő hivatott ezeknek a válaszoknak a megadására. Ezt úgy tehetitek meg, hogy van az applikációban jobb kézfelől lent egy reakció gomb, és akkor azon belül meg tudjátok rázni a kezeteket, akkor Balázs kollégát látni fogja, és akkor jelez nekem, és akkor be fogjuk adni a hangotokat, így aztán, mivel nem látunk titeket, arra is megkérünk majd benneteket, hogy mutatkozzatok be, és utána tegyétek fel a kérdést, hogyha van kérdés, akkor szeretettel válaszolunk ezekre. Amíg ezen gondolkoztok, hogy van-e kérdés, vagy nincs kérdés, akkor ezen egy nagyon picit tovább kérdezek, de nyugodtan rázzátok a kezeteket, hogyha van valami fajta kérdés. Mitől lehetett az, hogy ezek után, hogy elindult akkor ott a Petőfi Színház, azt lehetett érezni, hogy a magyar musical elindul megteremtődni, elindulnak olyan musicalek, pont néztük délután a Phineas Rainbow című musicalt, Szivárványról, de Szivárványról játszották akkor, és aztán valahogy ez mégis, ha lehet így mondani, egy picit így elakadt. Hát ez teljesen elakadt, mert a Petőfi Színházat megszüntették, és mikor feltámadtak ebbe a Lámos Lászlónak, és az Opera Színházra voltak nagy érdemei, akkor lényegében csatlakozott ahhoz, ami Európában folyt. Lehetett ezt megtenni? My Fair Lady-vel például? Igen, My Fair Lady-vel, Hegedűs a házkötővel, West Side Story-val, szóval a világban levő sztende, amerikai és európai sztende. Hogy lehetett megszerezni ezt? De ez a fajta operett, ez a fajta, az operettben ez a fajta musical,
amit mi próbáltunk, tehát hogy magyar író, magyar zeneszerző, magyar költő, hát ez egyszer-kétszer sikerült, a Szabcsi Lakatos írt egy nagyon jó musical, de nagyon kevés zenészen, nem ez volt a fővonal. Nem ez volt a fővonal, és már is ez a fővonal, ez egy másik dolog. Azt hiszem, nagyon kell ismerni a műfajt, a műfajnak az összes sajátosságát, ahhoz, hogy az ember műzikát írjon, mert ahhoz, hogy tudjon jó műzikát írni, ismerni kell, és tudni kell, hogy mikor kell eltérni attól. Hogy mikor tudsz váratlan húzni íróként is. De ehhez tudni kell nagyon a szabályokat. Én, hogy mondjam, milyen szempontból régi módi ember vagyok, biztos, hogy azért a legfontosabb egy darabnak, legyen az próza vagy opera, vagy legyen valami közrendője. A musical is attól él, ha van mondani valója közrendője. Szóval amikor nincs, hát minden volt valamikor, mint ahogy a Veszász Szorinak is a leghatározottabb, ha van közrendője. A My Fair Lady-nek is van közrendője. Manapság már nagyon sok olyan musical van, aminek olyan igazi, vagy nagyon direkt közrendője van. Ez egy másik dolog, azok egy ilyen politikai jellegű, azok nálunk nem nagyon mennek. Vagy nincs közrendője, hanem egyszerűen csak, hogy mondjam. Ez alapján Bólint tanáról egy új rendezésre? Hogyha felkérik a 196-ra, vagy majd a 200-ra? Nem, hát ahhoz már, hogy színházban elhozva, ahhoz már pár. Van egy filmforgatókönyv, amit be van adva, a Vígözvegyből szeretnék filmet csinálni. A Csárdás Jelen, annak idején nagy siker volt, mai napig árulják Londonban. Én is nagy meccsben tartom egyébként. Én nagyon fontos előadás. Vígözvegy nagyon érdekes operett. Azért borzasztó különleges darab, semmihez nem hasonlít, tudnék. Az arról szól, hogy az első perctől kezdve csak az életörömről szól minden szám. Abban nincs egy cseppnyi szomorúság, szóval minden csak cinikus egy kicsit, ironikus, fölényes, a világ szép, senki, semmi se igaz igazán, minden egy nagyon vidető. Egész a végéig, amikor minden sikerül, amikor a szerelmesek egymást éreznek, és megszól a világ egyik legszomorúbb dalama. De nincs semmi ilyen. Ez arról szól, hogy elmúlik az élet. Hogy amikor a dolgok sikerülnek, akkor onnantól kezdve, utána jön egy nagyon vétig, vidám pillanat. De egy kicsit úgy, mint a Mozartnál, amikor a Figaro házassága végén előjönnek a vizéből a kerti lakból, és amikor kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek bocsánatot, akkor ja, akkor egyszerre csak megáll a levegő. És ha jó az előadás, aki ott, aki a színpadon van, az lehajtja a fejét, mert van egy nagyon lassú zene, ami arról szól, hogy mindenki szégyeli magát azért, ami ma este történt. Majd utána jön egy rendkívül vidám finálé, de erről szólnak az összes nagy műve, Madács ember tragédiája, hogy borzasztó az egész, mindenbe a Lucifernek van igaza, de mégis ember küzd és víz van vissza. Na most erről, ezek a nagy művek, amik ilyen nagy dolgok. Most a Vígözvegy is hát egy ilyen, a maga módján egy ilyen nagy mű. Ha operettnek játsszák idézőjelben, mondom, ilyen vendéglátóiban, hogy mindenki vidám, mindenki boldog és sok pizza, akkor megette a fene. Közából magát a szituációt kell keresni ezekben és a mély drámaiságot. És így akkor a műfaj tulajdonképpen szinte, ha szabad ezt mondani, minden lesz. És így volt ez nem régiben, hiszen az Operaháznak csinálta meg a tanár úr, István a királyt. Ami rockopera alcímen volt, vagy a műfaj meghatározása az, hogy rockopera, de azért akár sorolhatjuk a műzikelek közé, hiszen egy zenés darabról lévén szó. És ez most operaként funkcionál. Jól funkcionált operaként? Igen, én nagyon szeretem, de valóban remekülnek tartom. Remekül, hogy megint visszatérve a mondandóhoz, remekül fogalmazza meg mind azt a politikai magatartást, ami ebben az országban az utolsó 500 évben mindig visszatérik. Itt mindenkiben van egy kis István, aki rendet szeretne, konszolidációt szeretne, nyugathoz szeretne tartozni, csendrendben, és mindenkiben van
egy kis lázadó, egy kis koppány, aki szeretne több szabadságot, több másságot, több különlegességet, nem akar betagolódni se. És a kettő egy furcsa egyensúly van egymással, hogy hol lesz, hova, de mind a kettő megvan. És hát ez arról szól, és az alaphelyzetek azok mindig folyton visszatérnek, amik hát nálunk mindig jellemzőek voltak a magatartás. Ez van ez a remek zene, ami nagyon erőteljes, és hát a Gyöngyösi Levente ezt nagyszerűen hangszerelte operára. Nagyon féltem tőle, szorongtam, mert hát egyszerűen van egy nagy tradíció, egy remeket volt a barokk előadása. Hát tényleg a Kerény Imre, a Szikora, az Alföldi Robi, ezek mindegyik más módon nagyon jó előadása. Most mit csinálja, ki nem lehet. De aztán nagy kedvet kaptam hozzá, és hát az egészetből csináltam egy olyat, ami egy kicsit operásabb ennél. A szónak abban az értelmében, hogy azért a rock-operát azt végig táncba fogalmazták meg, szóval folyton mozgással. Itt azért az éneken és a hangsúlyon sokkal nagyobb hangsúly van, de hála Istennek a közönség nagyon jól fogadta. Igen, és reméljük, hogy ezt nem még jobban fogják, amikor már beülhetnek a nézőtérre. Hogyha van kérdésed, akkor nyugodtan jelezzétek, és azt hiszem most van is egy, hallgatjuk is. Állunk rendelkezésre. Tadá! Lehet, hogy én vagyok az? Lehet, hogy te vagy az. Oké. Okay. Jó estét kívánok, talán Galambos Attila vagyok. Attila, Galambos Attila. Ja. Az én kérdésem az lenne, hogy milyen emlékeket őriz Tamhányi Józsefről, aki nagyszerű költő, műfordító volt, és úgy tudom, hogy több darabban is dolgozott önnel, szerző, mégis egy fordító, és hát nem utolsó sorban most lenne szerző. Hát Romhányi Józsefről kérdez, Attila, hogy milyen emlékeket őriz róla, talán több darabban is dolgoztak együtt, és hogy ide lenne, talán ide lenne száz éves. Romhányiról egy szót tudok mondani, zseni volt. Romhányi zseni volt, és most száz éves, jó, hogy emlékeznek rá. Nekem van erre egy alappéldám, az, hogy rendeztem katonai megbízást egy bányász operetre. Na. 50-es évek maga a szocializmus arról szól, hogy a faluból el akar menni egy fiatalember bányász, akar a munkásosztályon lenni, sokkal külön, mint a paraszti létbe. Az egész, hát egy ilyen szuper vonalos alakul. Igen, de a szöveg, de a zenén, az Fényes Szabolcsi. Remek zenét, és a szöveget Romhányi József. Úgyhogy ebbe a bányász operetbe a következőt énekelték, azt énekelték, hogy háp, 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 sárgok a család, biceg tuca, pici ruca, papa, mama, retjel, utya, csip, 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 csipbe csipogi, elszem azt a csöpszusz, hát nő meg egy kicsit, gá, 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 nő a libamá, hája, mája tepeltője, vendőm legyen temetője, ott, 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 tyúkom potyogott, de akit már a nyakas, kakas megházasított, két csibe termeli reggel, rántottánkat, húst ad a lúd, de a pejhes tolla más szolgáltat, toll, 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 puha pihetol, Dunna húzatába, ciha, nem lesz akkor semmi hiba, hogyha 70-ig minden reggelig vélem ezen aluszol, sajnos a táncot nem tudok produkálni, amiket, na ez volt egy világ, amiben egyszerűen egy ilyen zseniális szöveg megkérdőjelezte mindazt, ami a prózában elhangzott. Onnantól kezdve egyszerűen, hát az jó, az ott volt. De ilyen sziporkázó ember volt Romhányi József az életben is? Nagyon. Nagyon örülök, hogy feladta ezt a kérdést. Különben nem tudtam volna, nem volt megbeszélni. Milyen kár, hogy én nem tettem, de Galambos Attilának köszönjük szépen ezt a kérdést.
hogyha van még kérdés, akkor szóljatok, vagy hogyha szeretnétek, hogy tanárul énekeljen, akkor pláne, de hogyha ezt kimaxoltok, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a Zenész Színházról, ezen belül is a musicalről. Örülünk, hogy itt voltatok velünk, és annak még jobban örülünk, hogyha itt lesztek velünk a jövő héten, szerdán este. Mi bizonyosan itt leszünk a Musical Neked Klubban. Köszönjük szépen, tanár, hogy most aláírtam szépen ezt a könyvet. Ti pedig foglalkoztatok a musicalekkel, hallgassatok sokat, nézzetek rá a Csárdás Királynő 61-es felvételére, mert nagyon érdemes, és akár BL meccset is nézzetek, mert azok is izgalmasak lesznek. Jó éjszakát, sziasztok!